A félkegyelmű asszony Volt egyszer egy ember, János volt a neve, ennek felesége, Kati volt a neve. Mondja egyszer János. Hallod de Kati? Legyek szántani, aztán estére legyen jó vacsora, kolbász s bor melléje. Értetted -e? Csak menjen kend, mondotta Kati. Olyan vacsorával várom, hogy a király is megtörülné utána a száját. Elment János, Kati meg otthon maradott. Egész nap őgyelget előre-hátra, aztán este felé neki készülődött a vacsorának. Egy nagy darab kolbászt belehajított a lábasba, s hogy elkezdett sisteregni, sustorogni, eszébe jut, hogy bor is kell ám. ott a kolbászt a tűzhelyen, leszaladt a pincébe, csapra a hordót, az üveget alája tette. Csorgott a bor, már szinte tele is volt az üveg, azám, de eszébe jut, hát, ha még a bor tereszti, a kutya elviszi a kolbást, hop ott hagyta az üveget, szaladt fel a konyhába, csak, hát, csak ugyan jól sejtette, a kutya éppen szaladt a kolbásszal. Nosza utána. Szaladt árkon bokronát, kergette a kutyát a falunk keresztül, a mezőre ki, még az erdőbe is ki, de szaladhatod, bezzeg nem hérte utól. Úgy elfáradt, hogy nyelve is kilógott. Mit volt, mit nem tenni? Megfordult, nagy lassan hazatámolygott. Útközben jut eszébe, hogy ja Istenem, eddig a bor mind elfolyt, mert a csapot nem zárta el hazaér, lemegy a pincébe, s hát a pince földjén csak úgy folyt a bor, bogáig járt benne. Egy csepp nem sok, annyi sem maradt a hordóban. – Ja, Istenem, Istenem, mit csináljak? Mit mond az uram, ha ezt meglátja? – kesergett, búcsálódott Kati. – Gondol ide, gondol oda, hopp, megvan. Volt a pincében egy zsák búzaliszt, azzal szépen behintette a pince földjét. – Nolám! – mondotta magába. De szép fehér, de szép tiszta most a pince földje. Tudom, megörül János, ha ezt látja. Jön haza este felé János, és kérti. No, Kati, mi újság? Ó, lelkem, uram, renyekedett Kati. Kolbászt akartam sütni ki ennek, de még borért jártam, az alatt a kutya elvitte. Utána szaladtam, de az alatt meg a bor mindegy cseppig elfolyt. – Ne, nem búsuljon kell, mert, mert a pinceföldjét földjét behintettem, és most olyan szép, olyan tiszta a pince, akár csak egy kápolna. Kati, Kati, csóválta a János a fejét. Mikor jöjj meg az eszed? Kolbászt elviszi a kutya, a bort elfolyatott, és az utolsó zsák lisztünkkel behinted a pinceföldjét? Ó, Kati, Kati. Ó, lelkem uram, hát miért nem mondta elép, hogy mit kell tennem? sápítozott a félkegyelmű asszony. Gondolja magában János, ha az asszony ilyen félkegyelmű, mégiscsak vigyázni kell, mert különben minden elpusztul a háznál. Volt neki egy summácska pénze, azt aranyra váltotta, s mondta Katinak. Né, Kati, látod-e? Ezek sárga krajcárok. Beleteszem egy fazékba, kiviszem az istálóba, ott a hídlás alá elásom. De nehogy hozzám megnyúlni, mert bizony mondom megkeserülök. Hát én hogy nyúlnék hozzá? Fogadkozott Kati. Mit gondol Kelmed róla? Na jó, János elásta az aranyait. Telt múlt az idő. Elment János hazúról, s amíg oda beállít két ember Katihoz. Fazek a csuprot tárnyért smit árulnak. Kérdezték, hogy vesze. Vennék jó szívvel, mondotta Kati. De nincs pénzem. Ó, oh, hanem a sárga krajcát elfogadnak, akkor veszek. Sárga krajcár, hadd lássuk, hadd lássuk. Menjenek az istálóba, ott van a hídlás alatt egy fazékba, nekem nem szabad oda mennem. Hiszen egyéb sem kellett a hunchutoknak. Mentek az istálóba, kiásták a fazekat, s a tiszta szín zsebre vágták, azzal elillantak. A sok fazekat meg csuprot ott hagyták. Csak mikor a sok fazék ott maradt... Akkor kezdett gondolkozni Kati, hogy hát mit csináljon velük, mert hogy a konyhán volt elég. Mit gondolt, mit nem? Valamennyi fazéknak kiütötte a fenekét, sorba felakasztotta a kerítésre, a lécekre. Tetszett neki, hogy a kerítést mennyire megszabja, szépíti az a sok fazék meg csupor. Hazajöj János, látja a fazekakat, kérdi Katit. Mit csináltál, Kati? Én bizony, lelkem uram, a fazekat vettem a sárga krajcárokért, de én nem mentem ám az istálóba, a fazekasok vették ki a hídlás alól, és el is vitték. Ó, Kati, Kati, mit tettél? Hiszen a színarany volt mind, ez volt az egész vagyonunk. Na, no, ezt mégsem kellett volna tenned. Hát én ezt nem tudtam, mentegetőzött Kati. Miért nem mondta elmet? No, búsoltak, tűnődtek, most már mit csináljanak? Azt mondja Kati. Menjünk a tolvajok után, hát ha még utolérjük, s megkapjuk az aranyunkat. Igazad van, mondta János. Nyerünk a tolvajok után. Tarisznyáj fel kenyeret, vajat, sajtot, hogy legyen mit tegyünk az úton. Kati egy nagy tarisznyát telerakott kenyérrel, vajjal, sajtal, aztán elindultak. Előment János, Kati utána, hátán a tarisznya. Világsűrű kincséért sem ment volna Kati elől, mert azt gondolta, ha megfordulnak, akkor ő lesz elől, s azzal is kevesebbet kell mennie. Ej, de asszony volt Kati! Na, mend mendegélnek, egy nagy hegy alá érkeznek, annak nekivágnak elő János hátul Kati. Egyszer csak megáll Kati, nézi-nézi a kerékvágást jobbról-barról, s elkezd magába tűnődni, sóhajtozni. Istenem, Istenem! Néhogy kettévágódott a föld, hogy össze-vissza van nyomkodva. Na, ez sem gyógyul meg világ életébe. Megsajnálta a földet, s hogy ezentúl ne fájjon neki olyan erősen a keréknyomása, vajjal kikente a kerékvágás mind a két oldalát. Amint a kerékvágást kenegette, a tarisznyából kiesett egy sajts, hopp, gurult le a lejtőn, meg sem állott a hegy aljáig. Mondja Kati. Na! Én már egyszer megtettem ezt az utat. Többet nem teszem meg. Hadd menne utána egy másik sajt, s hozza az vissza. Kivette egy sajtot a tarisznyából, utána gurította az elsőnek. De bizony a sajtok nem jöttek vissza, s Kati utánuk lódított még egyet, hát ha hárman társaságban szívesebben jönnek vissza. Hiszen várhatta, nem jöttek azok vissza. Ej, ej, tűnődött Kati. Hát ezeket mi lelte? Talán bizony a harmadik sajt elvesztette az utat, s nem talált rájuk? Na, utána küldöm a negyediket is. Utána küldötte a negyediket, aztán az ötödiket, a hatodikat. Ennél több nem volt. Várta, várta sokáig, s mert hogy nem jöttek vissza, ő bizony tovább berett, nem bolond, hogy utánuk szaladjon. Eközben János leült egy fatövében. Vártak a hogy jöjjön a tarisznyával, mert éhes volt erősen. Jön Kati nagy szuszogva lihegve, leülő is János mellé. – No, Kati, vedd elé a vajat, se sajtot, valatozzunk! – vette volna, ha lett volna, de nem volt egyéb száraz kenyérnél. – Hát a vaj, se sajt hová lett? – kérdé János. Oh, – Ó, lelkem, uram! A vajjal megkentem a kerékvágás mind a két oldalát, hát ha akkor a kerék nem sérti olyan erősen. Egy sajt legurult a lejtőn, a többit utána küldöttem, mindjárt jönnek, lelkem Jánosom. Ó, Kati, ezt nem kellett volna tenned. Hát mi nem mondta kigyelmet? Ha nincs vaj, ha nincs sajt, jó a száraz kenyér is. Nekiláttak hát a száraz kenyérnek. Amint esznek, eddegélnek, mondja János. Ugyan bizony. Bezártad az ajtót, mikor eljöttünk? Nem bíz én, mert Kelmed nem mondta. Na, akkor csak szaladj haza, zárd be az ajtót, és hoz magaddal valami ennivalót. Haza meg, Kati, és gondolja magába. Az én uram bizonyosan nem szereti a sajtot meg a vajat. Majd viszek neki egy tarisznya és egy korsó ecetet. Az lesz csak jó. Telerakta a tarisznyát kökénnyel. Megtöltött egy korsót ecettel, aztán az ajtót kiemelte a sarkából, s a vállára vetette. Gondolta, ha magával viszi az ajtót, akkor a senki ki nem nyithatja, s be nem mehet a házba. Azzal elindult az ura után, de lassan ment, hogy nem ment volna lassan, mikor alig bírta az ajtót. – No, se baj! – gondolta magába. – Legalább kipihelheti magát az én lelkem Jánosom! – Hát csak ment-mendeged, nagy szuszogással, kiér a hegy tetejére, s mondja roppant örvendezéssel Jánosnak. No, lelkem uram, itt az ajtó, elhoztam, most már maga is megőrizheti a házat. Ó, Kati, Kati, de okos asszony vagy te, kiáltott fel János. Most már csak az nem megy be a házba, aki nem akar. Hát jó, ha már elhoztad, csak hozzad tovább is, vissza nem megyünk. Én igen, jó szívvel, mondotta Kati. Csak a tarisznyát meg a korsót vigyeken, mert az nekem nagyon nehéz. Elindultak. Mentek, mendegéltek, aztán erdőbe értek. Ott keresték a tolvajokat, de nem találták. Eközben beesteledett. Fáradtak voltak, álmosak is voltak. Néztek erre, néztek arra, hogy hol tölthessék az éjszakát. Ők bizony felmásztak egy fenyőfára, s ott szépen elhelyezkedtek. Alig helyezkedtek el, jön egy sereg zsivány, s éppen az alá a fa alá ülnek le, ahol János meg Kati ott nagy tüzet raknak, s azzal elészedik, amit téltúra voltak, hogy megosztozzanak rajta. Gondolja magában János. Hiszen éppen jó helyre jöttetek. Majd elbánok én veletek. Szép lassan leereszkedett a fa másik oldalán, a zsebeit teleszette kővel, majd azzal agyonveri a, a zsiványokat. Hát csak ugyan egymás után dobálta le a köveket, de egyik sem talált. Megszólal egy zsivány. Úgy tetszik nekem, hogy nem sokára virrad, már a szél haigálja le a fenyőalmákat. Ez alatt Kati folyton a vállán tartotta az ajtót, a nyakában a tarisztját, a kezében a korsót, és azt mondja Jánosnak. Alon lelkem, uram, nem tudom tovább tartani a kökényt, ledobálom. Ne lelkem, Kati, nem mert még észrevesznek a zsiványok. Le kell dobnom, lelkem uram, nem bírom tartani tovább. Ördög vigye a dolgodat, hát csak dobjad. Abban a szempillantásban elkezdett potyogni a kökény az ágak közt. Mondja egy zsivány. Hogy látszik? Ez a fa tele van madárral, mert erősen potyogtatnak ránk. Egy kevés idő múlva, mert hogy erősen nyomta a vállát az ajtó, mondja Kati. Jaj, lelkem uram, ki kell öntenem az ecetet is, nem bírom tovább. Ne önts ki, Kati, mert észrevesznek a zsiványok. Né, nem tudom tovább tartani. Ördög, vigye a dolgodat, hát önts ki! Azzal kiöntötte az ecetet, s az mindegy cseppig a zsiványokra csepegett. Esik a harmad, szólalt meg az egyik zsivány. Egy kis idő múlva megint megszólal Kati. Az ajtó nyomná úgy a vállamat? Na, az lehetetlen, a víz, mégis az lehet. Lelkem, uram, ledobom az ajtót is. Ne dob le, Kati, mert akkor csak ugyan észrevesznek a zsiványok. Már én dobom, mert tovább nem bírom. A dobja gyilkos teremtette, bánom is én. Még ki sem mondta jóformán, már Kati eleresztette az ajtót, az meg szörnyű zuhanással, csörtetéssel lesuppant a zsiványokra. Hely lett erre rettentő ijedelem. Az ördög, az ördög, az ördög! Kiabáltak a zsiványok, s szaladtak, mintha szemüket vették volna. Mikor aztán hírük nyomuk sem maradt, János és Kati is leszálltak a fáról. A tengerkincset, mit a fa alatt találtak, felszedték, hazavitték, s attól kezdve úgy élt a két félkegyelmű, mint a hal a vízben. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.